Március 15-én délelőtt szentmisével kezdődött az ünnepség sorozat. 9 órakor Pálfai Zoltán római katolikus plébános a Szent István király templomban tartott ünnepi misét. A városi ünnepség a tavalyihoz hasonlóan a Kossuth szobornál zajlott, ahol a makkói magánzeneiskola fúvószenekara térzenével várta az odaérkezőket. Ezt követően került sor az ünnepélyes zászló felvonásra, majd Lázár János, a térség országgyűlési képviselője mondta el köszöntő beszédét. Azért jött Makóra, hogy a város lakóival együtt közösen fejet hajtson a hősök előtt, és kifejezze elismerését azoknak a bátraknak, akik közel 170 esztendővel ezelőtt fontosnak tartották, hogy a szabadság ügyében először szót emeljenek. A 48-as példa a bátorságról és a hazánk szeretetéről szól elsősorban, és ez vezethet a szabadságra bennünket. Gyáva népnek nincs hazája, és ha mi ma 2016-ban nem gondoljuk azt, és nem hiszünk abban, hogy fontos a saját szabadságunk, senki nem fog helyettünk cselekedni, senki nem fogja az érdekeinket megvédeni, és senki nem fogja kiharcolni a magyar szabadság ügyét. Igenis tudnia kell minden makóinak, fiatalnak, fölnőttnek és idősebbnek, hogy a szabadságért, hogy szabadon dönthessünk, a döntés szabadságáért, az önrendelkezés jogáért mindannyiunknak minden nap meg kell küzdeni. A miniszterelnökséget vezető miniszter szavai után Kisrigón László megyés püspök tartott ünnepi beszédet. Az egyházi méltóság örült a felkérésnek, elmondása szerint felemelő érzés volt 1848-49 hőseiről beszélnie a makóiaknak. Mind az 56-os, mind a 48-as forradalmunk látszólag egy bukott, vérbefagyasztott kezdeményezés volt. Nagyon sok szenvedést is okozott idézőjelben, de a gyümölcse mégis megvolt, ma is azt élvezzük, és érdemes tudatosan élni ezzel az energiával. Farkas Éva Erzsébet a város polgármestere szerint szabadságunk gyökere az 1848-49-es forradalomban rejlik, amikor is a hozzánk hasonló mindennapi emberek váltak hősökké. Úgy gondolom, hogy a szabadságharcban elesett hősök, akik tetteikkel városunkat, illetve magyar nemzetünket a szabadság útján vezették, egészen az 56-os, 89-es eseményeken keresztül. Valóban Makóváros közösségében is ezt az élményt kell, hogy minden közösség átélje, hogy áldott gondviselés az, amely ide vezérelt bennünket. A beszédeket követően Mihály Győző, Jászai Mari díjas érdemes művész és a Paván Tánc Együttes adott ünnepi műsort. A megemlékezés kosztorúzással zárult, ahol többek között a képviselőtestület tagjai, az intézmények vezetői, civil szervezetek és pártok képviselői rótták le tiszteletüket Kossuth Lajos szobra előtt. Az ünnepség sorozata Forgatós Tánc Együttes táncjátékával zárult a Hagymaházban.